Úgy álltunk neki az évnek, hogy a Covid után végre lehet majd egy nagy rendezvényekkel teli évet szervezni. Végre megint olyan kulturális élete lehet a városnak, mint a világjárvány előtt, mondta Berlinger Attila, a Babits Kulturális Központ igazgatója. Olyan költségvetést készítettünk ennek fényében, amely igazából egy teljes évet tartalmazott, tehát azok a város által évekkel ezelőtt már kialakított rendezvények, az a rendezvény sorozat, amelyet annyira vártunk, megvalósulhasson. Ez azért nem teljesült 100%-ban, de a legfontosabb részelemek megvalósulhattak. Májusban 2019 után végre egy igazi korlátozás nélküli szabadtéri nagy rendezvény zajlott a város központjában. Ez volt ugye a pünkösdi hal és vadünnep. Ott az időjárással sem volt gondunk, nem véletlenül mondom azt, ugye a későbbiekben erre is rátérünk. Egy nagyon színvonalas és több tízezer látogató által megtekintett rendezvényről beszélhetünk. Ennek a költségvetését egy picit talán előre nem megfelelően tudtuk elkészíteni, nem megfelelően tudtuk felmérni, és itt azért akadtak olyan gondok, ez nincs is ebből titok, amit egy darabig kellett magunk előtt tolni, de aztán sikeresen megoldódott. A születi napokra talán jobban emlékszünk mindannyian itt a városban, hiszen nem volt annyira régen. Nagyon nagy öröm volt látni, hogy hányféle produkció a helyi civil együttesek, környékbeli fellépők és természetesen sztárvendégek színesítették a palettát, és az emlékeket azért is idézem fel, mert ott viszont egy olyan előre nem kalkulálható esemény rontotta picikét az egésznek az összképét, ami az időjárás. Ugye ez ellen nem tud senki sem tenni. Legnagyobb fájdalmunkra egy olyan fontos esemény elmaradt, amire rengeteget és nagyon sokan készültek, ez volt a születi felvonulás. Ezen kívül is azért voltak olyan szabadtéri rendezvények, amelyek nagyon jól sikerültek, gondolok itt a Majálisra, Szent István napra, a Város napjára, de akár a március 15-i ünnepség és az állami ünnepek megünneplése is nagyon színvonalas műsorokkal zajlott idén, úgyhogy hálás vagyok a partnereinknek, iskoláknak, közreműködő civileknek, akik nagyon sok energiát tettek ebbe bele, hogy igazán kiváló produkciókat mutassanak be városlakóinak. A Covid súlyos károkat okozott a civil közösségek életében, és majd fél év kellett ahhoz, hogy újra éledjenek, a korábbi erejükhöz méltóan tudjanak bemutatkozni. Ők is újra fel kellett építsék magukat. Ez az év elején elég nehézkesen indult, hiszen a kimarad egy-két év, az ugye nagyon nagy törést tud okozni egy-egy formáció, egy-egy csoportnak az életébe, de körülbelül ugye a nyár elejére nagyon szépen visszaállt minden. Ezzel kapcsolatban nekünk még az év első felében voltak olyan tapasztalataink, voltak olyan problémáink, hogy a színházi és a neves produkciók, a színházi évadunk és a neves produkciók idehozatala nem okozott még teltházat. Nem tudtuk igazából felmérni, hogy ez még a Covid lecsengésének köszönhető, de aztán később egyértelművé vált, hogy igen. Ugyanis az első félénk visszajelzések félházzal 60-70% a működő előadásaink, az év második felére szinte valamennyi produkció tekintetében teltházasok lettek. Itt év végén már igazából azzal a nagyon kellemes gonddal küzdöttünk, hogy minden egyes kisebb-nagyobb produkcióra még szinte több száz jegy elkelhetett volna, de nagy sajnálatunkra ugye nem tudtuk teljesen kielégíteni az igényeket. A legnagyobb kihívást az energiaárak emelkedése jelentette, mondja Berlinger Attila. Itt az ősztől kezdődött el ezzel kapcsolatban olyan probléma, ami azonnali áttervezés szükségeltetett. Ugye tudjuk, hogy a távhőár több mint tízszeresére növekedett, az áram díja egyelőre még évvégéig szerencsére nem emelkedett túlzott mértékben, de jövőre ezzel is számolnunk kell. Itt az őszi időszaknál a rengeteg program között azt kellett nap mint nap nézzük, hogyan tudunk megtakarítani energiát. Ebben nagyon sikeres volt a ház, kiváló technikus kollégáim vannak és a távhő munkatársaival együtt olyan technikai intézkedéseket tudtunk bevezetni, melynek köszönhetően több mint 60%-át meg tudtuk takarítani a késő őszi kora téli időszakban felhasznált energiának. Így is azért a számláink emelkedtek, de mégsem abban a mértékben, ami teljes bezáráshoz kellett volna vezessen. Az energiaárak változása a jövő évi terveket is jelentősen befolyásolják, hiszen ma már a rendezvények költségvetésének 60-70%-át nem a fellépők tiszteletdíjai, hanem ezek a költségek teszik ki.
ezzel kell nagyon okosan kalkulálnunk. Abban maradtunk a város vezetőségével, a képviselőtestülettel is, hogy január-februárban többféle forgatókönyvet készítünk, többféle költséget is készítünk, minden esetre megpróbálunk felkészülni, megpróbáljuk az árakat úgy behatárolni, hogy legalább egy-két nagy rendezvény még ezek mellett, a magas árak mellett is megvalósulhassanak. Elképzelhető, hogy szűkíteni kell a civil csoportok bemutatkozási lehetőségeinek körét, és át kell gondolni a jövőre nézve a programokat is. Nincs most már gondunk úgymond a toborzással a nézők, illetve a látogatóknak a visszahozatalával, hiszen érkeznek, jönnek, rengetegen látogatják a Babicsot. Másik oldalon pedig, hát a távfő ár mellett, ahogy említettük, ugye most az ára már rohamos emelkedése, ez a kettő már olyan terhet ró a házra, amit önmagunktól nem tudunk megoldani. Szerencsére az önkormányzattal való együttműködésbe erre is készítünk folyamatosan terveket, tehát vannak vészforgatókönyvek, de minden bizonnyal ezt a téli szezont egészen a fűtési szezon végéig azért bizonyos korlátozásokkal kell majd átvészeljük. Minden intézkedést annak érdekében kell meghoznunk, hogy ne sérüljenek lehetőleg azok a tevékenységek, azok a csoportok, azok a működő formációk, akik a már említett Covid-járvány után végre visszaépítették magukat. A racionalitás útján kell ettől függetlenül haladnunk. Ugye ennek érdekében bizonyos időszakokra a művészetek házát és a placifűsági teret azért korlátozzuk, és hát itt is már október-novembertől kezdve a civil csoportjaink próbái és a rendezvényei azért csökkentett számban valósulhattak meg. Lehet, hogy ezen még egy kicsit meg kell szorítanunk. Számos tervünk van, de a legfontosabb, hogy a ház működőképességét folyamatosan fent tudjuk tartani, mondja Berlinger Attila.